Nem könnyű és nem veszélytelen vállalkozás kerékpárral közlekedni ezen az útszakaszon. A 49-11-es számú főút Nyíregyházát és Nyírbátort köti össze. Itt napjában több száz autó közlekedik ezen a vonalon, és sokan használják kerékpárral is az útszakaszt. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően itt most kerékpárút épülhet, amellyel elősegíthető a biztonságos, kerékpáros közlekedési feltételek kialakítása. A kerékpárút külterületi szakasza az M3-as autópálya és a Nagykálló határán lévő benzinkút között húzódik majd. Itt azonban nem ér véget, belterületen is tovább halad majd. Úgy próbáltuk megtervezni a járda és kerékpárút építéseinket, hogy valahol a járdát építünk, valahol a kerékpárút építünk. Ezért a kerékpárút építésére, amikor elszántuk magunkat a Kálóseményi és Nagykáló közt is, akkor is már volt egy koncepció, ami egészen Nyíregyházáig viszi a kerékpárutat tervezési szinten, úgyhogy közben 6 kilométeres szakaszt érintünk a városban. Ezt pályáztuk 2010-ben, akkor különböző okok miatt nem sikerült, és később 2012-ben újra megpályáztuk, és sikeres lett az eredménye. A kivitelezési munkálatok július közepén földmunkával kezdődtek. Itt ugyanis korábban helyenként több méter mély árok húzódott, amelyet fel kellett tölteni. A kivitelezők a tervek szerint év végéig készülnek el a külterületi szakasszal, ezután kezdődhet el belterületen az építkezés. Közel 6 kilométerrel bővül az elkövetkező hónapokban Nagykálló kerékpárút hálózata. Ebből nagyságrendileg 4 kilométeren zajlik majd tényleges építkezés. A többi területen felfestéssel, táblázással, úgynevezett átkötő szakaszokat jelölnek majd ki a kerékpáros forgalom számára. A beruházás közel 10 utat, utcát és közteret érint. Tehát azokon a szakaszokon tudunk új szakaszt építeni, például a kerékpárutat, ahol egyrészt van önkormányzati területünk, amire ráfér, a hatályos építési jogszabályok megengedik, és nem érint közutat ez a dolog. Ezért ezt a belvároson átmenő kerékpár útszakaszt csak úgy tudtuk kijelölni, hogy valahol meglévő kerékpárutakat veszünk figyelembe, valahol meglévő járdákat építünk át kerékpárúttá, valahol pedig kisebb, nem forgalmas utakat nevezünk ki kerékpározásra alkalmas átkötő szakaszoknak. Ennek megvan a kreszbeli formája. Három ilyen szakaszt említenék, a Besenyei utat Kiskállóba, amikor rá fogja vinni a két új szakasz köti össze, a Balassi Bálint utat, ami szintén a Bátor úton lévő kerékpárutat köti össze a Mátorok úti kerékpárúttal, illetve a régi műfázunk melletti kis bekötő utat, ahol szintén egy kerékpársáv lesz a meglévő úton, de ezek mind kisebb forgalmú utak, és a megfelelő táblákat ki kell ezt majd helyezni. Tehát nem azért nem építünk teljes mértékben ezen a hosszú szakaszon tiszta új aszfalttal kerékpárút szélességű szakaszokat, mert nem akarunk, hanem mert nem engedi a hatóság sem. Sőt, van egy olyan szakasz, a Mátörök útja, Széchenyi út és internátus út közti szakaszát, ahol terveztünk a Mátörök út mellé 250-es kerékpárutat, el is férne, de a támogató hatóság nem látta indokoltnak, hogy oda kerékpárutat építsünk. A Bike biztonságban két keréken ötödik ütem elnevezésű, a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztését célzó program több mint 186 millió forintból valósul meg, amiből közel 170 millió forintot a regionális fejlesztési alap kiírásán nyert Nagykállóváros önkormányzata. A kerékpárutak építése és a meglévő bicikliutak fejlesztése a tervek szerint jövő kora nyára fejeződhet be.